Na, halló? Hát itt várlak. Te figyelj, én beszéltem ezekkel. Azt mondták, hogy nem nyúlhatok hozzá, mert elvész a garancia. Hogy van ez? És eredeti a szoftveretek? Na jó, gyere, majd megbeszéljük. Itt megbeszéljük. Jó, itt várlak. Traktornál itt vagyok. Nem tudom, mit csinálja. Na, megjöttél? Hello? Igen, igen, szia, megérkeztem. Nem tudom, hello. Szia. Nem tudom, mi csináljunk, mert ezek most hívtak megint, azt mondták, hogy most jó, hogy tőletet vettük a gépet, de átalálják a garanciát, de hogyha ilyen tört szoftverreti hozzájutok, akkor elveszik a garanciát. Most akkor mit csináljunk szerinted? Szerintem te döntsd el, mit csináljak. Hát jó, persze, én döntöm el, de hát mégis. Hát tudod, az a 100-150 traktor, amit évente szoftverezünk, eddig mindig rendben volt. Biztos nem fog elveszni a garancia? És most mit csinálsz rajta? Motorolajcsere, hibakódolvasás és a checklist szerinti műszaki ellenőrzés. De még az 50 órás szemle se volt meg. Hát ez maga az 50 üzemórás szemle. Jó, és ezzel a monitor szoftverrel mi lesz? Azt itt meg tudjátok csinálni? Természetesen. Hát nem tudom. Lehet, hogy fölhívom őket még egyszer. Csak gyorsan, mert máshol várnak. Ne hívjam föl. Fölhívom, jó? Azt mondták, hogy nem csinálhatjátok. De mindegy, most már itt vagy. Na figyelj, megígéred, hogy nem múlik el a garancia róla? Ha ez megnyugtat, akkor megígérem. Jó, mert akkor gyere, megmutatom. Itt volt, innen hiányzik egy szavar. Ez már gyárilag nem volt benne. Akkor várjál, itt is, ott nézd. Ott van egy kis olajfolyás. Ott. Ezt garanciában csináljátok, ugye? Természetesen mindent garanciában fogunk csinálni. Jó. Meg gyere, még hátul is van egy dolog. Nézd, ott is olajfolyás van. Látod? Ott. Jó, meg még a fülkében, meg egy nagyon fontos dolog, hogy nézd meg, hogy az az ülés milyen. Most nézd meg. Nézd meg, azt mondtátok, eredeti gyári minden, az milyen benne az ülés. Nézd meg. Ha milyen alacsony az? Nem tudnátok kicserélni egy magasabb ülésre? Na jó, van, csináljad, azt majd utána megbeszéljük. Ugye, van egy baj a monitorral is, mert sípol, amikor leállítom. Meg egy ilyen homokóra van rajta. Figyelmezted, hogy ne áramtalanítsd a traktort, amíg meg el nem mentél az adatokat. Meg hát kipróbáltad az ülést. Látod, hogy milyen szar? Ez egy légrugózású vezető ülés, te. Hát ezzel a gombbal állítatod a magasságot. Ja, gombbal. Föl lehet fújni. Jó, azt nem vettem észre. De nem adhatok hozzá magyar nyelvű leírás. Természetesen adtunk. Az ülés mögötti rekeszben található. Mi van az ülés mögött? Abban a rekeszben? Ja, abban nem néztem bele. Jó, jó. De jó, de akkor a szoftver az eredeti? Mert azt mondták, hogy ezzel biztosan elmúlik a garancia. Igen, természetesen eredeti, mint ahogy azt néhányszor már elmondtam neked. Jó. Jó, csináld, de nehogy valami baj legyen. Addig nem fizetem ki. Különben ez benne van az árban, nem? 1200 óráig. Úgy alkuttunk. Ezt a főnökkel beszéld meg, légy szíves, én a munkámat végzem. Jó van, csináld, hello! Szia, további szép napot kívánok!